most bemutatjuk, hogy hogy kell a sebeket ellátni. Első és legfontosabb mindig, hogy a sebesülteket helyezzük kényelembe, pozícionáljuk őket, hogyha tehetjük, akkor ültessük le, de ha a helyzet úgy kívánja, akkor fektessük le a beteget. Nagyon fontos, hogy vegyünk magunkhoz elsősegélynyújtó felszerelést, vegyük fel a benne található gumikesztyűt, vegyünk magunkhoz csapvizet vagy ásványvizet és fertőtlenítő oldatot is. Az elsősegély dobozban tehát megtalálható az egyéni védőfelszerelés. A víz segítségével ki fogjuk tisztítani a sebet, ezt tegyük bőségesen, tehát a szennyeződéseket távolítjuk el. A fertőtlenítővel lehetőleg a seb széleket fertőtlenítsük ki. Ezt követően egy akkora steril lappal, ami lefedi és túlér a seben, fedjük le. Pólyával rögzítsük a steril lapot a végtaghoz. Hogyha kifejezetten roncsolt vagy mély sebről beszélünk, akkor szakellátóhoz forduljunk. Továbbá kozmetikai krémeket és tömény jódos fertőtlenítőszert vagy tömény alkoholt a sebbe ne juttassunk. Valamint ha tömegrendezvényre indulunk, akkor lehetőleg mindig legyen nálunk olyan eszköz, amivel a kisebb sebeket el tudjuk látni, például sebtapaszt.